Koronavírussal kórházban kezelik az egyik szekszárdi autóipari alkatrészeket gyártó cég dolgozóját. A gyár munkavállalói és családtagjai félnek, hogy megfertőzöttek, mert a nő betegen is bejárt dolgozni. Azt mondják, hiányolják az óvintézkedéseket a vállalat részéről, például a koronavírus tesztet és a testhőmérést. Nagyon sok család, nem csak az én családokról van a szó, hanem több száz ember egészségéről, az életéről, ez nem vicc, ez nem gyerekjáték. Én ezt kérném, hogy tessék nyomatékosan ellenőrizni őket, testhőmérséket. A gyár igazgatója elismerte, hogy van egy igazolt fertőzött dolgozójuk, akit kórházban kezelnek. Nyerki Emil azt mondja, minden jogszabályi kötelezettségnek eleget tesznek, és több intézkedést hoztak a koronavírus járvány miatt. Tavasszal például fizetés nélküli szabadságra mehettek azok, akik kérték. Folyamatosan fertőtlenítettek a gyárban, készfertőtlenítőket is elhelyeztek az üzem több pontján. Kérték a dolgozókat, hogy jelezzék, ha koronavírusos emberrel találkozhattak, és ekkor inkább maradjanak otthon 2 hétig. Most pedig további szigorításokról döntöttek. A recepciót és a személyzeti osztályt plexivel elkerítettük, hogy a levegőt egy kicsit sikerüljön szűrni. Irodákat átrendeztük, tehát illetlen módon a kollégák egymásnak háttal vannak, de egészségügyi szempontból ez valószínűleg egy jó döntés volt. November indult a kötelező maszkolás, tehát mind a cég területén, mind a céges járatokon kötelezően hordandó a maszk. A gyárban kisebb létszámú műszakok létrehozását nem, a dolgozók tesztelését azonban tervezik. Ennek költsége 2 millió forintra rúgna. Hajlandóság megvan rá, anyagiak megvannak rá, keresek valakit, aki ezt végre tudja hajtani. A szekszárdi gyárban jelenleg 402-en dolgoznak.